Április 18-ai műsorunkban már adtunk hírt az április 10-e és 13-a között Lengyelországban megtartott életmenetéről. Most a 4 napos lengyelországi megemlékezésen, illetve az utazás során készült felvételekből láthatnak egy összefoglalót, melyet a Kossuth Lajos Gimnázium kreatív műhelye készített. Thank you.
És uraim, kedves barátaink, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Én Gordon Gábor vagyok, a Nemzetközi Életmenetem Szervezet magyarországi vezetője. Örülök, hogy az idei évben is sikerült megszerveznünk ezt a történelmi utazást, és hogy ilyen sokan itt vagyunk Magyarországról ezen a fontos napon. Nagy elismerés jár Önöknek, nektek azért, hogy velünk tartottatok ide, a világtörténeleme tragikus helyszínére. Külön tisztelettel köszöntöm közöttünk elsősorban Forgács János, Forgács János és dr. Lebovics Imre.
jó itt körülnézni, és hát először is hadd köszöntsem nagy szeretettel a jelenlévő túlélőket, a szervezőket, és az összes többieket, különösen itt a fiatalokat. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, bevallom őszintén, így bejövve ide az épületek közé, meglátni titeket, benneteket. Azt gondolom, hogy az érzelmek elragadják az embert. Nekem hála Istennek személyes élményeim nincsenek, de hát tudom, hogy tegnap már hallottatok személyes beszámolókat a túlélőkről. Gondolom ez mindenki számára, hogy mondjam, olyan átérzést, együttérzést váltott ki mindenkiből, ami azért ezt a hangulatot, hogy az előző vers és az előző emlékezés is elkerülhetetlenül megragadja az embert. Nehéz is itt szólni, persze nehéz azért is, mert körülnézve a legtöbben a gyerekeim korosztályából vannak, és a gyerekeim korosztálya azt szokta mondani, hogy ha 5 percnél tovább beszélek, akkor már az egy unalmas és borzasztó dolog, úgyhogy igyekszem nagyon rövid lenni. De mindezzel együtt azért mégis hadd adjam át elsősorban a Tarlós István főpolgármester úr üzenetét, amit én képviselek nektek, és önöknek az életmenete idei, és hát ez egy különleges rendezvény, ahogy főkonzulasszonytól hallottuk, hiszen Izrael állam államfője is részt fog venni ezen a rendezvényen, és hogy itt együtt, itt lehetünk Auschwitzban, egy történelmi, de rettenetesen szomorú helyszínen, és hát majd együtt fogunk innen tovább sétálni Birkenauba, ezen a nemzetközi megemlékezésen. Ez a auschwitzi emlékhely a magyar, lengyel és az európai történelem egyik legpusztítóbb és legembertelenebb időszakát idézi meg. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she Let me go.
a magyar
Azokat a köveket, itt a cipők emlékművénél, amit magatokkal hoztatok a Auschwitzból. Egy utazásról jöttünk vissza, egy olyan utazásról, amiről nagyon sok honfitársunk és mások nem tértek soha vissza, és írtunk egy könyvet közösen, mindenki a sajátját a holokausztról, arról, ami történt, és ezt az emlékezetet mind elvisszük haza, mindenki a sajátját.